gyermekek által készített rajzok. Egyik alkalommal mondtam, hogy rajzoljatok nekem az én templomom, Isten háza gyermekszemmel. És akkor megcsinálták ezeket a rajzocskákat, és azóta is őrzöm, mert úgy tetszik nekem. Mehetünk tovább. Itt van a templom neve, Jézus szíve béke temploma. Itt van a múlt, és itt van a jelen. Előttem szolgáló lelkipásztorok, és akkor itt vagyok, a jelen képviselem 1968 óta. Itt egy bérmálkozás van Jakabini püspök úrral. Bérmálkozók, itt is bérmálkozók. Ezt a gyereket ajánlom megtekinteni azért, mert ez egy első áldozó, Tompa Gábornak a fiacskája. Ez így jött ki, de őszintén. Amikor ide kerültem 1968-ban, itt 1200 hívőt tartottunk nyilván. Ma vagy csak 300-an vagyunk. Három faktor magyarázza mindezt, és pedig az, hogy természetes elhalálozás, vándorlás, anyaország, tengeren túlra, és harmadik, hogy kevés gyermek születik. Alig mondják. Volt egy olyan év, amikor egy első áldozón volt. Azt kérdezte az egyik egyháztanácsos biztos, hogy úgy, csak egy. Hát mondja, úgy, hogy nincs kettő. Itt laktam én majdnem 40 éven keresztül. Ez volt számomra iroda, nappali, fogadószoba, minden, amit akarsz. Itt tanórákat itt tartottam kisebb csoportoknak. És akkor most sekrestyeként használjuk, mert ugye most már levegősebb körülmények között lakom oda át az úgynevezett közösségi házban. Én érdeklődő embernek tartom magam, és érdekel a világ sorsa, az emberiség jövője, és a könyvek ebben segítenek engem tájékozódni. Saját magam bölcsessége nem elég, és ezért szívesen veszem könyvet kezembe. És hála Istennek van is időm, és olvasok is nagyon sokat. És ezeket az olvasmányokat, mint élményeket felszoktam használni az ige hirdetésben is, a hitoktatásban is, és egyáltalában a hívekkel való kapcsolattartásban. Fodor Sándor, aztán Senkász Kende, aztán kit is emlékeztek még, Bajor Andort, Kántor Lajos, a régiek közül pedig, Bekel Györgyöt, Fodor Sándort, Kányádi Sándort. Szóval én magam is igényeltem azt, hogy egy magasabb szinten tudjak emberként a társadalmat is beszélgetni, és a gondolataimat kicserélni, az övéket átvenni és asszimilálni, és magam így lelkileg karban tartani. Több évtizedes lelkipásztori szolgálata, kommunista elnyomás idején Márton Áram püspök elvei mellett tanúsított kiállása, valamint az erdélyi katolikus sajtó újjászervezésében vállalt szerepe elismerése. A templomról mindig az jut eszembe, amit egy német közmondás mond, hogy die Türmen zwingen uns nach oben zu schauen, ami annyit jelent, hogy a tornyok arra kényszerítenek, hogy időnként felfelé is nézzünk. Na hát minden templomnak ez a hivatása, hogy ne csak leragadjunk ide a földre, hanem úgy emelkedjünk magasba is.
minden templomnak ez a hivatása, még a színháznak is, mint Tália templomának ez a küldetése, hogy az embereket nevelje, megmutassa azt, hogy milyenek ők, milyenek nem, és milyenek kellene, hogy legyenek. Hát mind a két templomnak ez a fő feladata biztos.